Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóba, ma nem más, mint egy ilyen vezetős vlog videó féleség lesz. Ilyen még nem volt eddig. A BenQ akció kamera veszi magát az utat, a telefon pedig veszi a hangom, illetve az én képem. Kicsit féloldalason áll, mert hát sikerült vegyek egy olyan supportot telefonnak, ami úgy tűnt, hogy jó. Nagyon is jónak tűnt, de igazából egy szar, és még drága is volt. Úgyhogy most ez van, de hát szerintem így is bőven jó a minőség, süt a nap mint állat, rezeg a kép mint állat, szarfos utak, amik itt vannak mi nálunk. Szemből ér a nap, szóval ezért hunyorítok végig szerintem, de nézzétek el nekem. A zenét most leállítottam, légkondi megy, muszáj, mert ebben a tök melegben máskülönben nem lehet utazni. Közben itt a kamerának az óráján nézem a dolgokat, hogy mi történik, hogy a kamera működik-e, lesz-e fel, meg hogy mennyire rászkódik az is csóró. De ahogy látom, elég kóserül működik minden. Úgyhogy happy-k vagyunk. Nem tudom, hogy mennyire fog nektek tetszeni ez a stílus, ezek a videók, az ilyen vezetős videók. De hogyha látom rajtatok, hogy igenis van rá igény és tetszik nektek így ez a felállás, akkor előfordulhat, hogy lesz egyre több ilyen videó. Most az ilyesmi, hogy ez a kamera rezgés, meg ilyesmi, ezeken majd megpróbálok még javítani, de nem hiszem, hogy túl sokat fogunk tenni ennek érdekében. De meglátjuk, illetve a hangminőséget megint nem tudom, mert ez tényleg egyúttal tesztelem is, és próbálom is, hogy lássam milyen. Hát ez most olyan lesz, amilyen. De hogyha tényleg látom, hogy van rá igény, akkor jöhet ilyen videó, mert felőlem nyugodtan, úgyis sokat utazok, szóval belefér. Illetve lesznek még ilyen városi utakról is, tehát hogy megyek, jövök, megyek a városba, stb. Nem tudom, azt kell még megnézem, hogy hát ha meg tudom azt oldani, hogy a videózás közben a videónak a hangja az a bluetoothos headsetemről menjen. Ez most jutott így eszembe, hogy nem is lenne hülyeség, mert akkor tényleg hallatszana minden rendesen, és az nagyon praktikus lenne így, ilyen szempontból. Úgyhogy nem tudom, majd meglátjuk, utána nézek, hát ha van ilyen applikáció, vagy valami, hogy ki tudjam választani, hogy minek a hangját használja. Én elég fehérnek tűnök, pedig úgy le vagyok égve, mint a szar, és már szépen le vagyok barnulva. Ennek ellenére, mivel hogy pofámba süt a nap, sajnos ez így látszik. És érzékelitek ti is ezt a fosutat? Én is. És kurvára idegesít, mert minden héten, vagy legalább két hetente egyszer, amikor jövök falura, akkor mindig ezen a szaron kell menjek, és tönkreteszem az egész autót ezzel a szarral. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy gyűlölöm. De sajnos nincs mit tegyek ez ellen, úgyhogy itt lakok, itt járok. Közben itt ezek a csodaszép faluk, ahol a kosznál már csak a bűz a rosszabb. Mert itt esküszöm nektek korán reggel, vagy késő este, mikor jön az ember, olyan büdös tehén szag van, hogy beszartok. Ez is bazd meg előz. Nem kell itt jelezni, vagy szétnézni, vagy ilyenek. Ez meg néz, mint moziba. Kicsit furán fest az autó így, hogy itt a kamera fel van téve, telefonszupport. Meg a lányok sétálnak az út középen, mert járda nincs. Hát az luxus itt ezen a környéken, hogy valaki a járdán járja, amikor járhat az úton. Na de hát ez van. Az öreg nénik ülnek itt az utcán. És itt meg
de jó lenne, hogyha jönne hamarabb, mert ez egy fosmos már, amit van, hát az meg nem lehet meglenni. Mi nálunk a házban máskor mindig nyáron olyan jó hűvös volt, hogy öröm volt lenni, hát ez szalcsa csinálom. Tehát öröm volt ülni bent, basszus. Most, hát meg főszes, köszönöm, hogy annyira itt szar az egész. Úgy átmelegedtek a falak meg minden, hogy azt már nem lehet elviselni. Máskor bementem, örültem, hogy jó hűvös van. Most bemegyek és lefőjök, mint állat. De rakás szart nem ér az egész. De hát ez van. Ilyen ez a show business. Na, jó. Kijöttünk már a főútra, ami ugyanolyan szar, mint eddig volt a többi. Sőt, még talán rosszabb. Úgyhogy a kamera rezgés mozgás az ugyanúgy megmarad. Ezzel nem tudom tényleg mit tudnak csinálni. Minden remegjen. Megállt a felvétel. Ezek szerint bizonyos időt tud csak, bizonyos ideig tud csak az első előlapi kamera venni fel videót. Hát nem tudom mi ennek az oka. Lehet az is, hogy felmelegedett maga a kamera. Kíváncsi vagyok, hogy ha látom, hogy most is ilyen fix órába fog leállni, akkor valószínűleg korlátozva van, hogy mennyit tudjuk felvenni. Az meg ez az út. Lesz ezen a héten egy ilyen autó bemutató videó is, mivel kértétek, hogy mutassam meg az autómat, hogy hogy néz ki, milyen kívül belül. Mondjak róla ezt-azt, hát lesz ilyen videó ezen a héten akkor. Ha minden jól megy, egy nap mikor munkába szabad órán van, akkor valószínűleg akkor lesz ez megejtve. Azt szerintem a telefonnal fogom megcsinálni, mert a DSLR-ből a memóriakártya most az akciókamerában van, mivel az akciókamerához igazából jár egy 32 gigás microSD kártya, de valamiért kurvára nem volt benne a csomagolásba, úgyhogy igen, kivettem a DSLR-ből, hogy tudjak vele videózni. És most mivel ez az akciókamera csak ideiglenesen lesz nálam, ezért nem akarok befektetni most úgymond megint, hogy vegyek egy 32 gigás kártyát. Igaz, tudom, nem egy nagy összeg, meg mit tudom én, de akkor is most minek vegyek, hogyha úgyse lesz mire használjam. DSLR-ben, ami van a 32 gigás, az bőven elég, mert úgyis mikor annyi kép összegyűl, meg minden fotózás után, vagy videózás után, úgyis automatikusan minden üritve van róla, úgyhogy az bőven elég. Meg amúgy is laptopok, vagy valami úgyis mindig van nálunk, amire, hogyha úgy van, automatikusan le tudjuk menteni az adatokat, szóval nincs szükségem még egy kártyára. Ez az akciókamera meg nem hiszem, hogy megmarad. Ez most csak így, hát amikor voltunk Hajdúszoboszlón, akkor került hozzám, úgymond, elhoztam a cégtől, hogy csináljak vele videót. Még egy ideig nálam. Tehát még egy ideig nálam lesz a kamera, ez most attól függ, hogy mikor döntök úgy, hogy visszaviszem, illetve mikor döntenek úgy, hogy visszakérik. A kamera egyébként azért áll le, mert felmelegszik maga a kameramodul, úgyhogy ez a hibája a dolognak. Nem azért áll a felvétel, mert korlátozó, hanem azért, mert túlmelegszik. Szóval túlmelegszik a kamera és leáll. Ez ennek az egy problémája. Majd ezen próbálunk változtatni. Szóval addig is köszönöm a figyelmet. Sziasztok! We'll be right back.
Megérkeztünk Margitára, itt lakik barátném, ebben a kisvárosba, és most megyünk érte. Az az útvonal, ami konkrétan hozzá fog vezetni, az nem lesz felvéve, már csak azért se, hogy hát azért vannak olyanok, akik ismernek, és azért nem lenne muszáj mindenkinek tudja, hogy hol lakik a barátném. Nem félek semmitől végül is, de azért ez azért egy privátabb dolog, ugyanúgy, hogy én se veszem fel konkrétan a házamtól a videót, mert azért senkinek nem hiányzik az, hogy mindenki tudja, hogy hol lakik. Tehát ez ennyi volt. Tehát innen majd haladunk tovább. Szóval, sziasztok! Sziasztok, folytatjuk utunkat, megyünk tovább. Immáron itt van barátnőm is, köszönj! Hello! Na, szóval, haladunk tovább. Vesszük a videót, mint tart az aksi. Sajnos nem lehet tölteni menet közben, úgyhogy ez van. Na jó, én kussolok. Sziasztok!
Thank you.
Thank you.